Hamarosan kezdődik a területalapú támogatások benyújtásának időszaka, ezért az Agrárminisztérium gazdafórumokon hívja fel a lakosság figyelmét a jövőben lehívható támogatásokra. Az előző ciklushoz képest háromszor több támogatási forrás áll majd rendelkezésre a magyar mezőgazdaság számára, mondta Nagy István Újfehértón. Az agrárminiszter rámutatott arra is, hogy a pályázati rendszerben minden gazdasági szereplő számára lehetőség nyílik a fejlesztésre. Aki fejleszteni akar, amilyen álmaik vannak, azt mind meg tudják valósítani. Hiszen a pályázati rendszerünk is három léptékű, tehát vannak a legkisebbeknek a kisüzemi pályázat, akinek önrésze sincsen, nekik tudunk adni 15 ezer eurót úgy, hogy nem kell önrészt hozzátenni. Ez a legkisebbeknek való, műveik meg a kertet, kettő tehén helyett legyen három, ők azok, akik kézműves terméket állítanak elő, ő miattuk fejlesztjük az önkormányzatokkal a piacot, hogy lehessen ezeket a termékeket hová vinni. Tehát a legkisebbeket is fejlesztjük. Aztán jönnek a középléptékű, tehát a családi gazdaság méretek, amik általában 200 és 500 millió forint közötti pályázatok igénybevételét teszik lehetővé, hogy tudjanak fejleszteni. És természetesen jönnek a nagyobb léptékű pályázatok is, akár 5 milliárd forint támogatás összegig, pontosan azért, hogy nagy komplex beruházásokat is meg lehessen valósítani, mert a mezőgazdaságban dolgozóknak mindenki két kezének munkájára szükség van ahhoz, hogy az előttünk álló kihívásokban eredményesek és sikeresek tudjunk lenni. Nagy István hozzátette, a kormány 80%-ot tesz hozzá nemzeti társfinanszírozásként az EU-s pályázati forrásokhoz, amellyel nem csak a hegyi ipar és gazdaság erősödését kívánja előmozdítani, de növelni szeretné az ország export képességét is. Az agrárminiszter szerint nem kell attól tartani, hogy a jövőben csőd szélére kerülnek a vállalkozók, mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vállalkozói és termelői jól használják ki a pályázati lehetőségeket. Pap Zsolt helyettes államtitkár úrral vidékfejlesztési forrásokról beszéltünk, és épp ő jelezte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez 450 milliárd forintnyi pályázati forrás jutott az elmúlt időszakban. Tehát nagyon sikeresen pályáznak az itt élő emberek, és természetesen az újfejlesztőek is, hiszen minden termelési feltétel adott. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, választókerületében országos viszonylatban is kiemelkedő mennyiségű nyertes pályázat valósult meg a korábbi években. Összesen 4100 pályázat volt nyertes, és ilyen formán a legnagyobb összegű támogatás állattartó telepekre érkezett, több mint 5 milliárd forint értékben, erdősítésre közel 300 gazdálkodónak 7 milliárd forint, úgyhogy a választókerületünk a megyében az országban elsők között van a vidékfejlesztési programok lehívását illetően. Pap Zsolt György helyettes államtitkár hangsúlyozta, a gazdaság fejlesztése ma már egyet jelent a fenntarthatóság támogatásával, így a pályázatoknál figyelembe veszik a környezettudatos szempontokat is. Nincs tarlóégetés. Nem vágunk fát, cserjét, bokrot mondjuk március 31 és augusztus vége között. Ugye ezek nem lehetetlen küldetések. És még számos olyan intézkedés, amellyel a vizes területeinket megóvjuk. Hogy elismerjük, el tudjuk ismertetni azon saját tulajdonban lévő területeket, mint a fasorok, fássávok, szegélyek, tájvédelmi elemek, gémeskút, kunhalom, bár itt a környékünkön nem jellemző, de ezen elemeknek az alkalmazásával elismertetni lehet azon kötelező vállalásokat, melyben többlettámogatási jár. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, az áprilisban kezdődő támogatás igénylés egy fontos időszak lesz, amelyre a korábbinál több figyelmet és időt érdemes fordítani, mivel a nagyobb összegű támogatásokkal szigorúbb követelmények járnak.